Egyre népszerűbb hazánkban is az angol száz Halloween ünnep hagyománya, melyet sokszor tévesen azonosítanak a magyar Mindenszentek vagy Halottak napja ünnepekkel. Hogy mi is a különbség, és honnan erednek ezek a népszokások, arra azonnal fényderítünk. Halloween eredete egészen az ősi kelta Samhain ünnephez nyúlik vissza. A kelták, akik körülbelül 2000 évvel ezelőtt éltek a mai Írország, az Egyesült Királyság és Észak-Franciaország területén november 1-én ünnepelték az új évet. Az ünneplés a Samhain éjszakáján, majd az azt követő 3 éjjelen át tartott. Ebben az időszakban a tél kezdetére is felkészültek. Az ősi hagyomány szerint a kelták úgy vélték, az új év időszakában elmosódik a határ a túlvilág és az élők világa között. A jó szellemek számára még az asztalt is megterítették, és gyertyákat gyújtottak, hogy segítsenek szeretteiknek visszatalálni a szellemvilágba. Az ünnepek során a kelták állatfejekből és bőrökből készült jelmezeket viseltek, és megpróbálták megjósolni egymás jövőjét. Ezzel szemben az eredetileg keresztény liturgikus naptárból származó Mindenszentek napja, melyet a 9. század előtt májusban tartottak, majd áthelyeztek november 1-ére a szentekhez és a vértanúkhoz kapcsolódik. Ennek eredményeként a következő nap, vagyis november 2-át a hétköznapi hívek elhunyt lelkeivel társították. Ezért követi a halottak napja a Mindenszenteket. Ez a fejlődés nem köthető az ír Samhainhoz, de mindenképpen befolyásolta annak bevett szokásait, amelyek tovább öröklődtek a modern időkbe. Hazánkban pedig 2000-től munkaszüneti nappá nyilvánították november 1-ét. A Mindenszentek ünnepét All Hallows-nak nevezték, ami az óangol All Hallows szóból ered. Az előtte levő éjszakát pedig All Hallows Eve-nek hívták, mely idővel átformálódott, és Halloween-ként vált közismerté a Mindenszenteket megelőző nap. A 19. századtól a kétféle ünnep elválaszthatatlanul összefonódott olyan szokásokkal, mint a tökfaragás és az abban elhelyezett gyertya vagy mécses meggyújtása. Ezen felül az állarcok felöltésével és a házról házra járással étel vagy pénz reményében. Angliában hagyományosan úgynevezett léleksüteményeket osztogattak a bekopogó éhezőknek, akik a finom falatokért cserébe imádkoztak az adakozók elhunyt szeretteiért. Az ír éhínség hatására bekövetkezett hatalmas kivándorlás után honosodtak meg ezek a szokások az Egyesült Államokban. Európába pedig lassan visszaszivárogva alakították a mai formáját ennek az ünnepkörnek.